Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera üzenete gyertya mágiával. Még mindig ennél a kék színű gyertyánál maradunk, ami szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme jelenti az érzelmeket, tehát kihat az érzelmeinkre, azon kívül szimbolizálja a kommunikációt, hogy legyen meg a lehetőség arra, hogy tudjatok érzelmekről beszélni. Itt bal oldalon láthatóak az ő kártyái, szemben ezzel a te kártyáid, és majd a videó végén átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Mi az ő jelenlegi helyzete? Itt látható ez a felhő. Számára valami átláthatatlan. Itt a háttérben vannak még viták, veszekedések, nézeteltérések. Az is lehet, hogy valaki szándékosan meg akarja bántani őt. Mivel a horgony jelenti a munkát és a hivatást, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is, ahol nála problémák vannak. De szerencsére megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltüntetnek bizonyos kártyákat. Mégpedig eltüntetik a nézeteltéréseket, eltávolítják a felhőt, mindaz, ami átláthatatlan számára, és el tudják távolítani a munkát is. Az jelent akkor egy munkahelyi változást, de ez a változás jó, hiszen itt van a szerencse, a kapcsolatok, szerződések, és ez a hajó jelenti a reményt, de lehet ez egy külföldi kapcsolat is. Ami a kettőtök kapcsolatát illeti. A felhő jelent fél évet. Lehet, hogy fél évvel ezelőtt volt köztetek nézeteltérés. De az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, ő ezt lezárja, és keresi a biztonság érzetét a párkapcsolatban, hiszen a horgony azt is jelenti, hogy itt ő ebben a kapcsolatban le tud horgonyozni. Itt van a szerencse, a remény, ez a hajó lehet egy belső út is, egy lelki út, és a gyűrű jelenti ezt a kapcsolatot. A gyűrű jelentett eljegyzést is, vagy, hogy ő visszatér hozzád. És hogy hat ki rád ez a helyzet? Itt ő áll a középpontban, tehát ez a férfi fontos számodra. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, legyen meg ez a magabiztos fellépés, és itt a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, sőt, a nap segít ezekben a sikerekben. Ezzel a kulccsal le lehet valamit zárni, vagy jelenti a zárkózottságot, vagy ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, és jelenti a nyitottságot. Itt javulni fog a helyzet, hiszen a nap megvilágítja ezt, és utal a vonzalomra is, a vonzalomra kettőtök között. Itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy kreatív tevékenységet, de azt is, hogy lesz egy jó hír, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. Biztos lehetsz abban, hogy ez a férfi beszélni fog veled. Sok minden olyan hirtelen történik, erre utal ez a sarló, amikor nem is számítottál erre.
ami összefűz benneteket, az itt a bizalom. Megbízhatsz benne. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját. Helyezd magad kényelembe, csukd be a szemed, és gondolkodj el azon, mit, hogyan szeretnél, de koncentrálj egy témára. Itt egy találkozásról, beszélgetésekről, érzelmekről van szó ennél a kék színű gyertyánál. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.